tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Jó reggelt kívánunk, 9 óra 12 percen folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádió, Nács Gábor az egyik műsorvezető. Mihálovics András a másik. És 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, úgyhogy lehet osztani a tapasztalatokat, észrevételeket, panaszokat ezeken az elérhetőségeken. Egy gyors közlekedési helyzetkép, az Etele úton van baleset kifelé a Fehérvári út után. Az egy ronda következményekkel járhat, akik arra haladnak, próbáljanak megkerülni, illetve baleset történt a 20. kerületben, a Knézics utcában, a Dezsőfi utcánál, a sávlezárás is van. Nulláson sem javult semmit a helyzet továbbra is. Sok-sok kilométeres dugó még az ötös út magasságában indul, akár a nulláson, akár az M51-es átkötésen érkezünk a nullás irányába, és a tököli lehajtóig tart az araszolás a korábbi baleset miatt. Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1. No, hát akkor egy kicsit a Windows 11-nek ágyazzunk meg. Egy hónap múlva jön az új operációs rendszer, sokakat fog érinteni, október 5-én a hírek szerint, és hogy mit fog tudni, mi úgy derült ki róla, erről fogunk Asztalos Olivérrel szót váltani, aki szabadúszó IT szakújságíró. Szervusz, jó reggelt, Olivér! Jó reggelt, üdvözlem a hallgatókat! No, mit lehet tudni a Windows 11-ről, mikor legutóbb pont veled beszéltünk az új operációs rendszerrel, akkor az volt, hogy hát brutális hardware igénye lesz, és el is magyaráztad nekünk, hogy ezzel tulajdonképpen a Microsoft szeretné áttuszkolni egy új korszakba a felhasználókat, de ott éltünk a gyanúperrel, hogy akár esetleg finomíthatnak is a feltételeken, hogy ne befolyásolják az üzleti sikereiket. Ez megtörtént? Hát nem igazán, de szerintem ne szaladjunk még ennyire előre. Ugye a heti nagy info, hogy ahogy említettel is, október 5-én egy szép keddi napon jelenik majd meg a Windows 11, ekkortól lehet majd megvásárolni az operációs rendszerre előtelepített PC-ket, amely ugye egyaránt lehet notebook, táblagép, illetve asztali számítógép is, illetve bizonyos konfigurációk esetében elérhetővé válik a Windows 10-ről történő frissítés lehetősége. Uh-huh. Viszont ez nem jelenti azt, hogy az összes érintett felhasználó azonnal telepíti majd az új operációs rendszert, még akkor sem, ha az adott gép megfelel az új rendszer viszonylag szigorú követelményeinek. A Microsoft az azt mondja, hogy most különösen nagy figyelmet szentelnek a minőségnek meg, hogy ez az egész frissítéses történet nagyon simán menjen, és a felhasználók, akik ebből leszármazom, biztosan semmilyen hátrányuk, ezért szakaszosan vezetik be ezt az upgrade-et, és a felhasználók oldalán lévő hardveres és szoftveres környezetnek megfelelően fogják majd szépen a hetente vagy havonta felülbírálni azt, hogy kik kaphatják meg. A már letesztelt és biztosan működőképes rendszerek október 5-én megkapják, még más PC-kre majd hetek vagy hónapok múlva érkezik meg, és legkésőbb elvileg 2022 közepén már minden arra alkalmas gépre lehet telepíteni, illetve frissíteni pontosabban a Windows 10-re, a Windows 11-re. Magáról a Windows 11-ről mit lehet tudni? Megjelenésében, tudásában mennyire lesz új, vagy miben lesz új, mint a Windows 10? Több ponton hozzányúltak, ugye, ami a leginkább látványos, az a most is az a felhasználó felület módosításra, ami mindenkinek szerintem azonnal szembe fog tűnni, hogy a macOS-hez hasonlóan középre kerültek a
tálcán az ikonok, illetve a startmenő is középre került, átalakult egy kicsit, illetve talán nem is olyan kicsit. Több kisebb, nagyobb újítás. Nekem, ami nagyon tetszik és abszolút hiánypótló, hogy megjelentek az úgynevezett snapgroupok, amely azt jelenti, hogy az egy időben rendszeresen használt alkalmazásoknak a elrendezése az lementhető lesz. Nem kell minden újrendítás után elrendezgetni az ablakokat, meg megnyitni az alkalmazásokat. Lementünk egy profilt, megnyomjuk, és akkor ugyanúgy visszaáll minden, ahogy azt mi megszoktuk, vagy beállítottuk. Illetve a Windows 11 már képes lesz megjegyezni a megnyitott ablakok méretét és pozícióját, és hát 2021-ben ideig is eljutottunk. És még ami szerintem mindenképpen fontos, ez a megújult Microsoft Store, ugye ez a Microsoftnak az alkalmazás boltja, ami a Windows 10-el, hogy finoman fogalmazzak, nem aratott túl nagy sikert. Ezt teljesen gyakorlatilag nulláról írták újra, és ehhez kapcsolódó nagy feature, ami személy szerint nekem nagyon tetszik, és hiánypótlónak tartom, hogy ezen keresztül az androidos appok is futtathatóak lesznek hivatalosan a Windows 11 alól. Ami több százezer alkalmazással dobja meg a Windowsnak a bázisát. Gondoljunk bele, például dolgozunk a PC előtt, legyen asztali vagy notebook, és nem kell majd a telefonunk után nyúlkálni, hogy mondjuk a légkombinak a alkalmazását elérjük, és bekapcsoljuk a klímát, vagy bármilyen más tervezélős alkalmazást, ami nincs Windowsra, meg még van nagyon sok alkalmazás, amely csak okos telefonra van, de Windowsra nincs, és ezzel ezt áthidalják. Ugyanakkor ez a funkció pont nem lesz elérhető a rajtkor, ez még egy pár hónap múlva fog élesedni, legalábbis azt ígérik. A hallgató kérdezi, és nagyon jó a felvetés, gratula hozzá, biztos jó ötlet a hardware-t erőltetni chip hiány idején, meg amikor már a mobilok szorítják ki a hagyományos gépeket? Ez tényleg nagyon jó felvetés. Szerintem erre nem gondoltak, amikor ezt így lefektették, és ha már szóba került ez a hardware igény, amit a elején említettél is, ugye elég nagy volt a felháborodás a júniusi bejelentéskor, hogy itt 3, maximum 4 éves PC-ken fog futni a Windows, és azt mondta Microsoft azután, hogy jó, akkor ezt kicsit így felülbíráljuk, meg megnézzük, és szintén az elmúlt hetekben, azt hiszem múlt héten jött ki a hír, hogy hát nem engedtek sokat ebből a követelményből, ami azt jelenti, hogy AMD processzorok esetén a 2017 végétől gyártott termékekkel lesz használható hivatalosan a Windows 11, Intel-es gépek esetén pedig a 17 elejétől gyártottakkal, tehát ez azt jelenti, hogy ugye 3, maximum 4 éves gépekről beszélünk. Viszont lesz egy ilyen kiskapu, hogy ha valaki nulláról telepíti újra a gépet, akkor felmegy régebbi gépre is, illetve konfigurációra is. Viszont akkor egy ilyen unsupported, azaz nem támogatott minősítést kap a gép, ami elvileg azt fogja jelenteni, hogy a frissítéseket nem kapja meg, az mondjuk elég necces, hogyha valami biztonsági probléma van, és ugye a Microsoft azt javasolja erre, hogy a Windows 10-et érdemes még megtartani, legalább 4 évig támogatott lesz a rendszer, tehát nem lesz kötelező frissíteni, illetve én úgy gondolom, hogy itt azért sokáig nem is lesz követelmény a szoftverek részéről a Windows 11, úgyhogy nem érdemes sietni, meg amúgy is én azon a pártom vagyok, hogy nem érdemes elkapkodni a frissítést se Windows, se más rendszer esetében. Ne legyünk early adopterek, tehát ne legyünk első vásárlók vagy felhasználók, pláne a munkához használjuk azt a gépet, mert szélsőséges esetben érhetnek kellemetlen meglepetések, célszerű óvatosnak lenni. Egy szintén hallgatói kérdés, hogy az automatikus frissítés az kikapcsolható-e, mert a 10-ben bosszantó, hogyha nem, és pont akkor lassít le egy rendszert, amikor éppen leginkább használnád. Igen, ezen finomítottak, úgyhogy elvileg itt, vagy hát ha nem is kikapcsolható, de nem lesznek olyan problémák az ígéret szerint legalábbis, aztán majd élesben fog ez kiderülni, hogy hogyan működik. Tehát azért sokat javítottak ezen a frissítés részen, azt ígérik, hogy nem lesz ennyire tolakodó, ugyanakkor azt is célszerű szem előtt tartani, hogy biztonsági hibákat javíthatnak ezek a frissítések, úgyhogy nem érdemes azért hónapokig tologatni őket. Ezen a részen is változtattak. Aztán még az nagy kérdés, hogy a Windows 10 mint frissítés mennyire lesz majd tolakodó. Nem tudom, valószínűleg sokan emlékeznek, akik frissítettek annó Windows 10-re, hogy mindenhonnan felbukkant az a kis ablak, meg az igen, hogy frissíts, igen, mindig. Igen, tehát így volt egy ilyen mém is, hogy a
ebbe a kínai cookie-ba is az az üzenet, tehát, hogy a Windows 10-es frissítés elérhetővé vált, úgyhogy nem tudom, hogy ezt mennyire fogja tolni a Microsoft, gyanítom, hogy itt egy kicsit visszavesznek. Volt egy olyan ambiciózus cél még a Windows 10-nél, hogy 3 éven belül 1 milliárd PC-n leszem, hát most nincsenek ilyen hírek meg nagy mondások a Microsoft részéről, szerintem visszavettek a korábbi tapasztalatok. Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyenek az ő várakozásaik terjedéssel, eladásokkal. Ezzel kapcsolatban még nagy a csend. Szerintem nem fognak most ilyen nagy számokat mondani. Gyanítom, hogy tanultak a korábbi ígéretekből. Ez az október 5-i rajzkorban azért biztos lesznek ezzel kapcsolatos megjegyzések, illetve információk, majd esetleg, hogyha gondoljátok, akkor visszatérhetek utána, hogy mi derült még ki róla. Oké, mindenképpen. Na, köszönjük szépen akkor a kis beharangozót. További szép napot és jó munkát. Viszont kívánok. Köszönjük, sziasztok. Szia. No, hát akkor október 5-én debütál a Windows 11, elmondtuk, amit lehet tudni róla, hogy megalapozott döntést hozhasson az a felhasználó, aki kacérkodik a frissítéssel. Aki ebben segítségünkre volt, az Asztalos Oliver, szabadúszó IT szakújságíró. Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy 0 vagy 1. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.